Ez most a legutóbbi keresgélésem eredménye. Ez a kis nyaklánc. Hát a láncon látható a három betűs, hogy SIL, tehát a szilver utaló bejegyzés, viszont magán a medálon, vagy függőn, úgy mondom inkább, sehol nem látni beütést, viszont ugye ezüstfényű, és maga a benne levő kő, ahogy látszik, ilyen nagyon szép szivárványos kis csillogásokkal mélyről, tehát nem egész a felületről, hanem kicsit mélyebbről ragyog vissza. Maga a kő, hogyha nem világítjuk abba a szögbe, akkor egy ilyen fehéres, áttetszős, erre mondják opálos fénnyel bír. Itt látszanak megcsillanni nagyon szép vöröses kis csillámok, kék, stb. Zöldes, árnyalatú részek a kőben. Hát ezt a csiszolás hozza ki. Ez egy ausztrál. Hát most vagy Lightning Ridge, vagy Opál Tomból származó ausztrál opál. Körülbelül azt mondja, hogy olyan 5-6 karát lehet. Hátulján ugye nincs olyan, itt is látszanak a kis csillogások, de nincs ugye annyira felfényezve. Ez az opálok közül, tehát minél sötétebb és minél jobban, minél erőteljesebben jönnek át ezek a kis apró csillogó irizáló kis reflexiók, annál értékesebb egy opál. Hát a nagyon nagyon sötét színű, nagyon élénken csillogó fire opál, tűzopál, hát ugye az a legértékesebb, hát az gyémánttal betegszik árba. Ez azt hiszem ugye 10 kategóriába sorolják durván ezeket az opálokat. Hát ez a legelején helyezkedik el, de ez is maga is értékes kő, tehát drága kő kategóriába sorolt már az ilyen minőségű. Tehát mondom, nincs rajta se márkajelzés, se beütés, se semmi. Ezt szemre lehet kiszúrni, hogy ez a kő, ez opál. És hogyha, tehát most ugye nincs napfény, csak mesterséges fény, napfénynél még erőteljesebbek ezek a nagyon szép reflexiók. Mert létezik az opálnak, ugye nagyon sokféle változata létezik, de hát mivel ugye drága kő, hamisítják is, tehát ahhoz, hogy megkülönböztessük a hamisítványhoz, majd itt van egy UV és kézilámpa, ezzel fogom megvilágítani, és akkor megmutatom, hogy mi a különbség. És még most így szabad fénynél, tehát durván ehhez hasonlít az eredeti opálnak is az a homályossága, de ez mesterséges opál, más néven opalit. Tehát ez nem drága kő, ez csak egy ilyen utánzat, imitáció, hát ez nem túl sok értéket képvisel, illetve itt még van nálam, ami nem keretbe, vagy pontosabban nem foglalatba helyezett
opál, tehát csiszolt, de nem ékszerbe helyezett opál, és ebből mindjárt mutatom, tehát van itt egy opalit, tehát ami nem igazi, akkor itt látható egy ez koberpediből származó, ha rá tudnák közelíteni, tehát Ausztráliából, igen, származó eredeti opál, azon látszik az opálos csillogás, és ez is egy eredeti ausztrál opál Lightning Ridge-ből, körülbelül fél karát, 0,42, és itt pedig az, amit most ugye sikerült találnom. Hát itt nagyon szépen látszanak a kis szivárványos visszatükröződések. Jó, és akkor majd mutatom a tesztet. Tehát itt UV-teszt, látszik, egy boríték van előttem, ami ilyen, mint a bankjegyeken is ilyen UV reagáló festéke van megfestve. Itt van a három, pontosabban négy darab kő előttem. Ez egy hegyi kristály, egy sima kavics és egy ametiszt, amin majd itt a felső felén az ujjal mutatom, ott látható némi fluoreszkálós, fluoreszcent effekt, viszont az opál, az igazi opál, az ez, tehát ha nem is világítom direkt meg, direktbe, akkor is, tehát ilyen surló fénnyel, a többi kőhöz képest látszik, hogy milyen, szinte világít. Jó, és akkor még, tehát még egy felvétel, ahol ezen látszik, hogy ez a kő, és a másik többi három eltérő színű, illetve ez. Teljesen, ha mellé teszem, látszik, hogy ilyen kékes fényben világít. Jó, most a kamera kicsit csal, de jól láthatóan mutatja a különbséget a kettő kő között, illetve még ez a kicsi is. Tehát ezek eredeti opálok, ausztrál opálok. Itt az egyik, ez a, azt hiszem, hogy ez afrikai, tehát etióp opál. Annál nincs ez a fluoreszkálós hatás, de ugye a szintetikus opálnál abszolút nem látjuk ezt a ragyogást, illetve ami szintén szintetikus kis utánzat, ott szintén nincs, csak az eredeti opál, tehát az ausztrál opálokat, és itt se egyforma, ennél erőteljesebb, ennél kicsit gyöngébb, de ezzel egyszerűen meg tudjuk különböztetni az opálokat, tehát a más eltérő anyagoktól, vagy a szintetikus opáltól. Jó, hát ennyi.